Novemberben írja alá hivatalosan együttműködési megállapodását az LMP és az Új Kezdet, jelentette be Gémesi György, a párt elnöke az Új Kezdet gödöllői nagygyűlésén, ahol egyebek mellett Szél Bernadett is felszólalt. Az LMP miniszterelnök jelöltje azt üzente a velük együttműködést sürgető pártoknak, hogy az Új Kezdeten kívül senkivel sem fognak össze. Külföldi mintára vonult szimpatizánsai elé Szél Bernadett és Gémesi György, az LMP miniszterelnök jelöltje és az Új Kezdet nevű párt elnöke Beethoven örömódája az Európai Unió himnuszának kíséretében érkezett az Új Kezdet nagy gyűlésére. A pártot a volt MDF-es képviselő, Gödöllő polgármestere alapította. Bár Gémesi György nem tudott maga mellé állítani annyi településvezetőt, amennyit akart, csak néhány a sajtóból is elhíresült polgármestert sikerült megnyernie magának. Ilyen Molnár Róbert is, Kübekháza vezetője, aki nyíltan menekült párti politikát folytat, és miközben településén burjánzik a szegénység, ő vajas kenyérrel kínálta volna a faluján áthaladó bevándorlókat. Az LMP azonban beállt melléjük. Szél Bernadetta a nagygyűlésen az ellenzéknek is üzent. A miniszterelnök jelölt ezúttal is azt hangsúlyozta, hiába nyit felé több ellenzéki párt is, egyikkel sem kötnek együttműködést. Olyan együttműködésekre nyíltan kell reagálnunk, amelyek arról szólnak, hogy a korszakváltásnak az esélyei ebben az országban növelni tudják. Az olyan együttműködések, azonban amelyek öncélúak, azok nem az országot fogják szolgálni, hanem sokkal inkább azokat, akik ezeket az együttműködéseket felajánlják. Ilyenből nem kérünk. Gémesi György ennél azonban konkrétabban fogalmazott. Olyanokkal sem kívánunk együttműködni, ahol jelen vannak a szélsőségek, az antiszemitizmus, a rasszizmus és a kirekesztés. Eléggé leszűkült a kör. Az LMP és az Új Kezdet hivatalosan novemberben kötnek együttműködési megállapodást, választási programjukat is közösen írják.